Az elmúlt évben Vajdaság vizein mintegy 80 kilométernyi illegális halászhálót foglaltak le a halőrök. A haltolvajok fő célpontjai a minőségi halak, azaz a süllő, a ponty, a harcsa és a kecsege. Az illegális hálókat, horgászbotokat és más felszereléseket ideiglenesen lefoglalják a halőrök, és feljelentést tesznek a tettes ellen. I onda na sudu najčešće dodeli tu opremu nama da raspoložemo sa njom ako su u pitanju čamci motori ili se propiše da ide na javnu aukciju. Emellett pénzbüntetést kapnak a tolvajok, amely a kihágás súlyától függően 5000-től 50 000 dinárig is terjedhet, a bírósági költségek is a tettes terhelik, valamint az ellopott halak árát is ki kell fizetni, ez akár 250 000 dináros összeget is jelenthet, a halász és horgászengedélyek ennél jelentősen olcsóbbak, és a beszerzésük sem nehéz. Tudjuk, hogy a hal az egy természeti kincs. És a természeti kincseket azt általában avval rentabilisan gazdálkodunk. Én most jelenleg, ugye most már én tiszai horgász vagyok, én imádom a Tiszát, az élő Tiszát, veszem azt mondom, szemlátomást érezhető a hal csökkenés. Ennek nem csak a... mert a cián az 2000-ben volt. És 2010-ben, 8-10-15-ben sokkal több hal volt, mint most. Hihetetlen, hogy mennyi halászengedélyt kiadnak. Nagy súly nehezedik a halőrök vállára. A Vajdaság vizei közvállalat halőrszolgálata körülbelül 15 000 kilométernyi vízterületet őriz, éjjel mínusz 20 fokban is járőröznek. Tokom prošle godine ribočuvarska služba Vode Vojvodine uspela je da podnese oko 50 prijava za protiv lica koji su se bavili krivolovom. Također smo i zaplenili oko 80 km mreže koja je nelegalno postavljena. Također smo zaplenili 5 čamaca i preko 100 drugih alata koje se koriste za krivolov. Ovoj godini uspeli smo da nabavimo i 6 novih čamaca kao i 6 novih vozila koje će koristiti naši ribočuvari za lakši rad na terenu. A Vajdaság vizei közvállalat a halállomány bővítésén is dolgozik. Tavaly mintegy 70 000 egyedet dobtak az általuk őrzött vizekbe, idén pedig 110 000 hal újratelepítését tervezik.